A több éves liberalizált pálinkafűzést követően az évelejétől regisztrálni kellett a magánfűző berendezéseket, és a korábbi adómentesség helyett bérfűzéskor literenként 835 forint adót kellett befizetni a költségvetés felé. A változások jelentős hatással voltak az ágazatra. 2015-ben kb. 25%-kal nekünk a pálinka eladásunk megnövekedett 20-25%-kal. Sajnos ez az, az alacsony árfekvésű első ára saját márkás termékekre vonatkozott, de ebben közel játszott az is természetesen, hogy egy, a kommerszi kivetésre kivetése került egy úgynevezett NETA, egy népegészségügyi termékadó, és ezáltal a kommerszi megdrágultak, a pálinkára viszont a netát nem kellett megfizetni. Tehát ez a két dolog így komplexen igaz, és a mi vállalkozásunk, a családi vállalkozásunk esetében ez egy 20-25%-os növekedést eredményezett, ami aminek örülök, valamilyen szinten, mert gyümölcs földolgozására nagyon mértékben volt szükség, tehát nekünk pozitív hatása volt az az évi változásoknak. Az országban mintegy tízezer, ebből Szabolcsat már megyében 2600 magánfőzőt regisztráltak 2015-ben. A regisztrációs kötelezettség megmarad. Emellett január 1-től minden egyes magánfőzés végző személynek kötelező lesz minimum 5 darab, 700 forintos adójegyet kiváltania. Az évi mennyiség nem lehet több 86 adójegynél, ami 86 liter párlat biztosít lehetőséget. Ez még mindig nem olyan jelentős kiadást jelent a magánfőzdéknek, mint hogyha jövővédéki adót kellene megfizetni. Ezzel tulajdonképpen kiváltják a magánfőzdék ezt a jövővédéki adót is. Fontos változás, hogy köztestületi alakul a Pálinka Nemzeti Tanács, amely költségvetési forrásból gazdálkodhat majd a jövőben. Szigorodtak a bekerülés feltételei, csak olyanok lehetnek tagjai a testületnek, akik meghatározó szereplői az ágazat életének. A gyártás, forgalomba hozatal, az eredetvédelem, a hosszú távú pálinka stratégia, a marketing stratégia, az export vonatkozásába minden, minden, területen talán meg a leglényegesebbeket ki is emeltem, illetve a forgalomba hozatal, még ez nagyon fontos dolog, egyértelműen döntéseket hozhat, és ezt valószínűleg tartom, hogy a, a minisztérium, a nemzetgazdasági minisztérium, a földművelési minisztérium, illetve az FM alá tartozó szervezetek is ezt meg fogják fogadni, és én úgy gondolom, hogy egy további tisztulást, letisztulást fog hozni, és remélhetőleg ezeknek a törvényeknek a módosításának köszönhetően a magánfőzők, és megtalálják helyüket a bérfőzés végző üzemek is, illetve hát a kereskedelmi pálinkafőzés, aki egyedüli, hogy is mondjam, szakákként, ha lehet ilyet mondanom, hogy a kereskedelmi forgalomba hozott pálinkáknak a meleg ágya. Tehát ez egy leszabályzott dolog lesz, én legalábbis ebben bízom, hogy, hogy ezáltal mindenki meg tud élni. Pap József elmondta, a Nemzeti Tanács fontosnak tartja, hogy a pálinkát minél szélesebb körben ismerjék meg a külföldi piacokon is. Ennek első lépéseként azt szeretnék elérni, hogy három-négy fajta pálinka jelenjen meg a külképviseletek kínálatában.